Ready, go! Na jó, én nem voltam olyan nagy kihívás, de megpróbálod Gáborral is? Gábor, gyere! Ready, go! Még csak 12 éves, de már most hihetetlen sikereket ért el, Szkanderben. Kővári Korina első versenyéről, a nemzeti bajnokságról rögtön két éremmel tért haza. Aranyérmet nyert balkézzel, és ezüstöt a jobbal. Mert bármilyen hihetetlen, ebben a sportágban a kezek külön is kapnak érmet. 4 éves korom óta szkanderezek, mindig mentem anyával az edzőterembe, és próbáltam őt utánozni. Már tetszett, amit ugye csinált, példaképem ugye anyukám. És nagyon szeretnék én is olyan lenni, mint ő, olyan sikeres. Nagyon sok mindennel próbálkoztam, atlétika, balett, fit kid, de a Szkander ragadott meg igazán. Nekem ez a sportág egy kikapcsolódás. Korina édesanyja, Kővárini Ivánfi Brigitta már 18 éve szkanderezik. Ez alatt 4-szer lett Európa és 4-szer világbajnok. Az edzőteremben igazi anya-lánya napokat szoktak tartani, mert együtt is edzenek. Nem akartam azt, hogy kötelező jelleggel, hogy azt érezze, hogy neki most kötelező bármit is versenyszerűen sportolni, csak hobbi jelleggel úgy voltam vele, hogy ha jön a terembe és mozog egy kicsit, akkor az már pont elég. A mozgás szeretete volt a lényeg részemről, hogy szeressen mozogni, sportolni. És igazából tavaly dőlt el az, hogy ő szkanderezni fog. Szoktam edzeni, segítek neki, amiben lehet, a technikai részben is, meg főleg erőléti részben, amikor lejön edzésre, akkor együtt csinálja vele azokat a gyakorlatokat, amit én is csinálok. Sokan azt gondolják, hogy ez egy nagyon egyszerű sport, hogy odállunk az asztalhoz és akkor nyomunk. Ennél azért sokkal bonyolultabb, összetettebb, tehát van külön erőnléti felkészülés, külön technikai. Hogyan zajlik egy igazi szkanderes bemelegítés? Hát én például húzóckodni szoktam. Vannak ugye a gumiszalagok, nagyon nagy hasznát veszük ezeknek a szalagoknak, ebből van ugye többféle erősségük, és akkor ezzel lehet imitálni a mozdulatokat. Ez egy speciális fogantyú, direkt szkandereseknek. Nagyon sokan használják, nagyon, nagyon hasznos dolog. Ezzel szoktunk még nagyon jó bemelegítésre. Valaki azt mondja, hogy fiú sportág, de engem nagyon nem érdekel, mert ez az én érdekem. És nem számít szerintem mások véleménye, csak az enyém. Mi a technikája? Ja, van először is a szabályos rajtpozíció, amit versenyen fel kell venni. Az abból áll, hogy a kapaszkodót mindig fogni kell. Lényeg, hogy a fogásnak a középpontja merülegesnek kell lenni itt az asztalnak a közepe, tehát így állítok rajta egy picit. Ugye a könnyék párnám van, a vállaknak párhuzamosnak kell lenni az asztal lapjával. Ez így most egy tökéletes rajtpozíció, még egy picit mondjuk így állítunk. És akkor ready go-ra indul a meccs. Ready go! Tévhit, hogy nem lehet csuklózni, de lehet és kell is. És ugye ebből indul az egyik technika, a csuklózás, amikor a külső, tehát hogy fölülről borít. Van a másik technika, az pedig úgy hívják, hogy belsőzés, amikor pedig fogja, és akkor úgymond egy ilyen bekulcsolást csinál. És neked mi a taktikád? Szemébe nézel az ellenfélnek, vagy nem? Én igazából csak oda megyek is. Amint elindítanak, robbanok. Akkor csak magadra koncentrálsz. Igen. Nyomunk egyet? Ready, go! Nem már, ez nagyon könnyű volt neked. Még egyet. Ready, go! Azt szoktam mondani, csak az én tapasztalatom, nem kell rápörögni. Úgy szoktam ezt kifejezni, hogy belül pörögjön, amennyire lehet, de kívül maradjon nyugodt.